Az utóbbi napokban egy-egy éjszakára menekülteket szállásolt el otthonában Gyurcsány Ferenc. A DK elnökének elmondása szerint korábban is rendszeresen segítettek élelmiszercsomagokkal. Az egyik nap pedig kiderült, hogy egy családnak szállásra lenne szüksége. Ekkor ajánlották fel először a segítséget. Gyurcsány Ferenc. Az adás elején Kovács Zoltán kormányszóvivőtől kérdeztem, hogy vajon tudja-e, hogy miért nem tájékoztatták a menekülteket arról, hogy nem Nyugat-Európába, nem Németországba megy a vonatuk, hanem csak Bicskére. Mert hogy most Bicskén ott áll vonat, és a menekültek nem akarnak leszállni róla. És erre mondta a kormány szóvivő, hogy nem igaz. Az az információ, hogy nem lettek tájékoztatva, hiszen többször és több nyelven is bemondták azt a keleti pályaudvaron, hogy nem indítanak Nyugat-Európába vonatokat, tehát evidencia volt, hogy nem juthatnak el Németországba most már a mai naptól kezdve. A keleti pályaudvaron a rendőrök már nincsenek, vagy csak csökkentett számban vannak, viszont menekültek még szép számban, hogy mi a helyzet, és mi történik most a keleti pályaudvaron, egyáltalán mire várnak az emberek, az Balogh Judit fogja elmondani a helyszínről. Szervusz! Szervuszok, jó estét kívánok a nézőknek! Így van, itt állunk a keleti pályaudvaron, és ahogy láthatják mögöttem, most is telített itt tulajdonképpen a tér. Nyugalom van, tüntetések most éppen nincsenek. Azt hiszem, hogy az itt lévő menekültek azt belátták, hogy vonattal innen Németországba nem fognak tudni elmenni, tehát abban biztosak, hogy a mostani éjszakát itt töltik a keleti pályaudvaron. Viszont nagyjából talán egy órával ezelőtt volt egy megmozdulása a menekülteknek. A menekülteknek az egyik úgymond vezetője, aki ilyen szószólójuk, ő szokta a rigósokat például előkiabálni. Ő elkezdte összeszedni az embereket, és azt mondta, hogy mivel vonattal úgysem tudnak menni, induljanak el gyalog Németország irányába. És 1000 emberrel el akart indulni innen a keleti pályaudvarról. Egy nagy csoport el is indult, de a Barostérnek nagyjából a sarkáig sem értek el. Visszafordultak, mert végül is nem értettek egyet ebben a menekültek, hogy el kellene indulni, vagy sem. Sokan azt mondták, hogy ők családosok, ők nem tudnak ekkora utat vállalni. Tehát végül is maradt mindenki itt a menekültek közül a keleti pályaudvarnál. Judit, köszönöm szépen, és a menekültekkel kapcsolatban önök az elmúlt napon már olvashatták azt, hogy Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, menekülteket fogadott be az otthonába egy-egy napra, egy-egy éjszakára. Gyurcsány Ferenc a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Mit tud ezekről az emberekről, hogy mit tudott meg a sorsukról, akik most így időről időre ott alszanak önöknél? Hát előzetesen szinte semmit nem tudunk róluk. A pályaudvarokon dolgozó önkéntesek telefonálnak valamikor, délután este 10-ig, hogy éppen aznap kit kellene elhozni. Általában azt tudjuk akkor, hogy hányan vannak, és milyen nemzetiségűek. Voltak szíriai szírek, voltak szíriai kurdok, voltak afgánok, most voltak Szudánból. A mai délutáni hír az volt, hogy ma 14 iraki fog érkezni, és akkor megyünk egy páran autóval, sokszor barátok segítségével felhozzuk őket, és ha tudunk, elkezdünk beszélgetni. A többségük nem beszél angolul, vagy csak egy-két szót, úgyhogy ezek nagyon nyögvenyelős beszélgetések. Nagyon különböző drámák vannak azért. Itt mondja az első családnak a feje, hogy akkor döntött úgy, hogy útnak indul Szíriában, amikor az öt legjobb barátjából már a harmadikat látta fölakasztva egy fára. Nem akart ő lenni az ötödik. Hát neki indultak például a kukáért. Egy nagyon másik történetet mondok. A ma reggeli csapatban az egyik asszony azt mondja, hogy én most már ott voltam 2 évig Görögországban, egy menekültáborban, 3 gyermeke van, ők is ott voltak, és most a görög válság hatására ott is nyilván minden pénzt elvettek mindenhonnan, megszüntették a menekülteknek, a menekült gyerekeknek a tanítását, oktatását, és nem akarja ott hagyni a gyerekeit tanítás nélkül, hát akkor elindult, ő egyébként a türelmesek közül való, azt mondta, ő marad a Magyarországon is, ha a gyerekek tanulhatnak, és valami kevés munkát kap. Szóval minden is mindennek az ellenkezője ott van ebben. Magát az egészet, hogy befogadnak menekülteket az otthonokba, ezt önök találták ki, vagy erre megkérték önöket a civilek, vagy valaki? Klári is, én is, gyerekek is rendszeresen vittünk le ételt meg italt, mi döntően a déli pályaudvarhoz, mert az van hozzánk közel. És akkor egyszer a Klári szemtanúja volt annak, hogy egy nagy családnak az egyik tagját, egy várandós édesanyát, hirtelen mentőbe tettek és elvittek, és megtudtuk, hogy az ott ugyanúgy, hogy elment a magzatvize. Csak a Klári megkérdezte az önkénteseket, hogy egy ilyen helyzetben tudunk-e segíteni, ők azt mondják, hogy hát tudhatnánk, ha el tudjuk szállásolni a maradék családot. És akkor
megbeszéltük a gyerekekkel, meg a családdal, hogy tesszük-e, vagy nem tesszük. Hány kis gyerek akkor... volt, akik ott maradtak az utcán? Akkor 10 főt fogadtunk be összesen. Ja, de nem ennek a családnak volt 10 gyereke, az anyukának, akit elvitt a csoport volt 10 fős, az anyukának volt még ott a két húga, 6 darab gyerek és a férj, így voltunk 10. Gyorsan feloldódnak. A gyerekek elkezdenek játszani a kertben, a fiúk azok könnyebben, ők látnak egy labdát, a lányok különösen ebben a kultúrában visszahúzódóbbak, de olyan végtelenül fegyelmezettek ilyen hosszú út után, ami engem is meglep, hozzáteszem, hogy nem nyugösek, nem követelőzőek, megetetjük őket, kapnak egy fürdőszobát, nem akarnak használni minden egy-egy törölközőt, inkább egyet használnak többször, hogy ne okozzanak nagy galibát nekünk. Éjszaka kimossuk a ruháikat, betesszük a szállítóba, hogy reggel legyen egy tiszta ruhájuk, reggel megreggeliztetjük őket, és megkérdezzük újra csak az önkénteseket, hogy hova vigyük őket. Voltak itt a menekültügyi hivatalba kellett vinni, mert még elintézni való volt, voltak itt valamelyik pályaudvarra, elköszönünk tőlük, címet cserélünk, Facebook címet cserélünk, hogy tudjuk követni a sorsukat, aztán várunk, hogy a következő nap kijön. Amikor ezt elhatározták, látva a szülő édesanyját, hogy na akkor estéről estére befogadnak embereket, és ha ennyit, akkor ennyit tudnak segíteni rajtuk. Nem gondolt arra, hogy politikailag majd meg fogja kapni, hogy na, tessék itt a Gyurcsány, aki most a menekültekből akar politikai erényt vagy népszerűséget kovácsolni magának. De, hát pontosan tudtam, nézze, amikor csak vizet meg ételt vittem, akkor tudtam, hogy egyszer meglátnak és lefényképeznek, akkor az lesz a kérdés, hogy csak vizet meg ételt. Ott lakik egy nagy házban, és semmit nem tesz. Ha elviszem őket haza, akkor ebből meg politikai tőkét akarok kovácsolni. Teszem hozzá, egy olyan országban, ahol a többség egyébként, hát inkább aggódik a menekültek miatt. Itt azért nem menekült párti a többség. Sajnos nem ez hozza az adott. Szóval nézze, a végén egyszer a kérdés. Mit diktál a lelkiismeretet? Politikusként én tudok tartani beszédeket. Most tartottam sajtótájékoztatót. Mit segítek? Hatok a magyar kormányra? Hát nem nagyon. Ezzel legalább, nem tudom, esténként pár embernek, igen, le fog ezt csengeni, ez a mi magánügyünk, az én családom magánügye. Teljesen világos, hogy ez rövid távon érdekes a médiának, ezt ma még holnap meg fogják kérdezni. Aztán, amikor már egy hónapja ott lesznek a menekültek, már kutyát nem fog érdekelni, olyan természetes lesz, hogy csak na, és csinálni fogjuk. Csak abból a szempontból nem a magánügye, hogy ön egy pártnak a vezetője, egy pártnak az elnöke, és most gyorsan fellapozom itt a pártok helyzetéről a Republikon Intézetnek a legfrissebb elemzését, amikor is megkérdezték, hogy különböző tábor, különböző pártok támogatói közül hányan gondolják úgy, hogy a menekülteket, azokat be kéne fogadni a Magyarországnak, és hányan gondolják azt, hogy veszélyt jelentene. Minden párt támogatói között többségben vannak azok, akik azt mondják, hogy inkább veszélyt jelentenek Magyarországra a menekültek. És a DK támogatói között is. És de arányában a legkevesebb kinél van? A DK-ban. Így is. Ha én jól emlékszem. Hát nem kell emlékezni, már is mutatjuk. Hát 47%, tehát a kék az, a oszlopunk az, amikor azt válaszolja a megkérdezett, hogy együtt veszélyt jelentenek. Együtt PM és a DK. Igen. Tehát ott a végén, vagy a jobbik végén a rangsornak. Persze. Erre mondom én azt, hogy ha kilépne emiatt a pártunkból 5 ember, hogy neki ez már sok, nem csodálkoznék rajta, csak tudja, van az életnek a parancsa, meg van a politikának parancsa, amikor a konfliktusba kerülnek, akkor hát szerintem időnként, legalább időnként úgy kell dönteni, hogy az életnek a parancsát követjük. Szóval nem nagyon gondolom, hogy ezzel a Magyarországon népszerűséget lehet szerezni. Nem gondolom, de azt is el kell mondjam, hogy sok dolgot csináltam az elmúlt időszakban Magyarországon. Jót is, nyilván olyat is, amivel kritizáltak. De soha ennyire felemelő történet. Soha ennyi boldogságot nekem az elmúlt években semmi nem okozott, mint ez. Ne haragudjon, Szigetvári Viktor, itt hagyta múltkor a legyét, és ez most önt támadta meg. Szeretnek nagyon, a legyek, de legalább a legyek látható, szeretnek. Nagyon látható. Igen, a kamerában? Itt a légy. Na, ilyet utoljára Assisi Szent Ferenctől, és nem Gyurcsány Ferenctől láthat. Hogy... Majdnem. Igen, csak nem légyel. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.